Stégner Péter igazgató urat kíséri, Kollár Vivien, 12. ev. Szabados Nilackó Magdolna igazgató helyettes asszonyt, Szapula Levente, 13. en. Szűcsné Balázs Julianna igazgató helyettes asszonyt, Kancsár Norbert, 11. d. Gáni Rudas Anita kollégium vezetőt, Berki Pál László, 11. c. Süge Csongort, a szakképző központ non-profit Kft. Ügyvezetőjét, Stengruber Bianca, 11. osztályos tanuló. Harmadik N osztály, osztályfőnök Garajszki Erika, Csáki Dominik, Fajt Petra, Fazekas Sándor, Hári Bence Gábor, Hollenberger Viktória, Jurácsik Bence, Macskó Dániel, Pazsitka Kristóf, Pintér Patrícia, Rafael Elizabeth, Rafael Lajos, Sipos Viktória Dóra, Sponga Antónia Katrin, Szabadszállási Bálint, Szapula Levente, Stancsik Antal, Volec Bernadett, Zsákai Balázs Gyula. Kettedik F osztály, osztályfőnök kísérén igazgató helyettes asszony. Bábel János, Balog Attila Balázs, Bódog Bianca, Gáspár Boglárka, Huli Barbara, Jakab Gergő, Kollár Vivien Szintia, Kovács Renáta, Ladányi Lilien, Matulevics Utek Kamile, Merkovics Martin, Mészáros Sára, Rózs Beatrix, Szilágyi Bence, Varga Noémi. G osztály, osztályfőnök Salac András, Balázs Soma, Braul Nevente Rihárd, Cunyi Zoltán, Demeter Dominik, Dubsi Dávid, Erdősi László Márk, Kecskés Márk, Kis Dávid, Gökényesi Milán, Mihály Kevin, Mikna Dávid Ervin, Olá Rudolf János, Sári Bence, Slusznyik Olivér, Sebestyén Attila, Szigeti Dávid Márk, Takács Milán, Tógyer Zoltán Martin, Túri Ádám, Vajda Ádám,
Zrínyi Zoltán Tibor, Zsákai Péter János. Egyedik a osztály, osztályfőnök Miklósné és Panyiel Anna, Fazekas Rita, Gáspár Vivien, Hegedűs Balázs, Horváth Noémi, Kis Leila, Lakatos Petra, Rozbora Jessica, Stengruber Bianca, Stengruber Melanie, Surányi Beatrix, Tomona Roland, Újvári Csaba, Ungvári Zsanett. Osztályfőnök Balázs Judit, Csernecki Dominika Virág, Fucskó Fruzsina Filoména, Gyuga Mária Erzsébet, Kollár Eszter, Lakatos Krisztián, Nagy Ferenc, Nisztor Ingrid Tíma, Piroska Antal György. Egyedik C-osztály, osztályfőnök Kovacsikné Gendur Anikó, Balázs János, Batalán Máté, Berki Pál László, Kucsák Miklós, Rakita Bálint, Surman Ádám, Szálkai Máté Dávid, Tóth Imre. Egyedik D-osztály, osztályfőnök Szarvasné Gonda Erzsébet, Bordás Alex, Hegedűs Anasztázia Alexandra, Kancsár Norbert, Kecskés József, Kovács Kevin, Kovács Martin Ferenc, Krizsán Bianca, Lakatos Amália Krisztina, Nagyszegi Rihár, Olá Adél Katrin, Sipos Luca, Szabó Roland, Tóth Dorina, Varga Levente. Szét kincseid, a gazdagság legyél te magad. Nyűjt szét díszeid, a szépség legyél te magad.
feledd el mulatságaid, a végság legyél te magad. Égesd el könyveid, a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid, az erő legyél te magad. Olcs ki lángjaid, a szerelem legyél te magad. Üszd el szánalmaid, a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid, a hit legyél te magad. Törd át gátjaid, a világ legyél te magad. Vedd egybe életed, halálod, a teljesség legyél te magad. Ballagás ünnepségünk elején énekeljük el a himnusz. Kedves vendégek, szülők, tanáraink és kedves ballagó diáktársaim! A ballagás minden évben a legszebb iskolai ünnepélyek közé tartozik. Szeretnénk, hogy ez a mai ünnep emlékezetes maradjon minden ballagó diák számára. Az ünnepi műsorral erőt, kitartást és sok sikert kívánunk a vizsgákhoz. Az alsóbb évfolyamok búcsúztató műsora következik. Indulj, vén diák, vár a nagyvilág. Könnyeket ejthetsz, álmod és terved, nem köt ide már. Tarisznyádba finom pogácsa, meg néhány pillér, cincogva kísér, útravalóként. Itt cseperedtél, felnőttél lettél. Feszít sok tétel, pontszámot érd el, írásban, szóban. Kalandra fel, ne tétovázz. Kezd el a jövőt, sose add fel, ó ne, építsd, hisz tied. Szívkamrád polcán, éveknek nyomán, mézédessé lett, örök emlékek értik szíved. Fény vagy te is, lobogj hát, melegíts és éges, hinned kell, hogy a világ te veled is ékes. Dolgozz, munkálj, a szép,
a jó, a hasznos, mihelyt elkészül, az élethez áll. Minden jó mű egy-egy szabadságharcos. Légy hű magadhoz, olyanokat alkoss, ne fogja a halál. Ballagni készülsz, ejtünk pár könnyet. Követjük az új forgatókönyvet. Kibontott szárnyad, repülésre kész, tártkapu várja, mikor, merre lépsz. Mint a gólya, ki elhagyja fészkét, szárnyad bont, s indulj hazába, e kis csapat merész vágyak útján, repesve lép a nagyvilágba. Virágözön, lufi raktár, pálcákon szívecskék. Ballagó gyermekük arcát fürkésző szülők állnak, várnak csillogó szemükkel, elegáns ünnepi öltözetükkel. Villognak a vakuk, készül a sok fénykép, emlékszel-e a percre, mikor lábad bizonytalanul először a küszöbre tetted. Kihívás volt részedről is, tanárok cipeltudását elsajátítani, nem sok idő maradt játszani. Most búcsúzva ballag a véndiák, sok, szép is volt, érlelődik az emlék, készül a virágos kép. Indulni kell lassan, elszálltak az évek, végzős diákjaink válaszúthoz értek. Iskolánk udvara mindig zajtól zengő, itt állunk most némán, s nektek szól a csengő. Tovább kell most menni, ki erre, ki arra, a göröngyös utat még homályt akarja. Mint ahogy ágától a levél elszakad, felkapja a nagy szél, és messzire szalad. Sohasem felejti otthonát, az ágat, ti se felejtsétek el az iskolánkat. Nem tudni, merre visz titeket az élet, de vegyétek észre mindenütt a szépet. Lépjetek előre, menjetek csak bátran, így kell haladni az élet viharában. Váljanak valóra féltve őrzött álmok, aranyos gyermekek, jó utat kívánok! Ez a nap is elérkezett, lezárult egy szép fejezet. A gyermekkor in véget ért, útra kelsz egy jó életért. Mi volt, emlékben él, s új vár, mint utad, tova léped, s életten az évek fényeinél, sokat tehetsz még, annyi szépet. Eljött hát az utolsó nap. Búcsúz, búcsúz, minden törvénydiák. Kedves ballagó diákok, eljött a perc, amire régóta vártatok. Amióta beléptetek az iskola ajtaján, kezetekben lassan a bizonyítvány, szabadok vagytok. Elfeledhetitek a hosszú hónapokat, a tanórákat, a dolgozatok előtti izgalmakat. Búcsút mondhattok a véget érni nem akaró csendnek, mikor éppen a dolgozat fölött ültetek, de csak nem akart semmi az ezetekbe jutni, amit éppen a papírra írhattatok volna. Nem lesz már több vita a tanáraitokkal, a tanulás szükségességéről, vagy a ti álláspontotok szerint szükségtelenségéről. Lezárult számotokra a középiskolai évek. Mégis gondoljatok most arra, mi mindent adott nektek az iskola. Nem csak egy okmányt, amit lobogtatni lehet. Benne van a sok küzdelem és szorgalom. Bár a papíron csak számok vannak, jegyek, benne van a sok emlék, mindez a törődés, amit az itt segítő kezek adtak nektek. Vésétek emlékezetekbe tanáraitokat, barátaitokat, az üres osztálytelen padjait. Most végleg búcsút mondhattok a középiskolának. Lezárult egy fejezet, tiszta lappal indulhattok a nagyvilágnak. Amiként a lovag a bajnoki vívása, az iparos legény hosszú vándorlására, úgy indul a véndiák, némi tudásgyűjtvény, s elmereng a kemény évek tova tűnén. Búcsút mond tanárnak, barátnak, négy falnak, folyosón, termeken átballag, jelképes batyuját a vállára vetve elindul az útra, az ismeretlenbe. Nyitja ajkát a dalra, köszönő szavakra, lenglobog szélben, ajándékszalagja. A
búcsúztatók műsorában közreműködtek Helik Barbara, Szentgróti Eszter 9. F, Folyta Erik 9. G, Botlik Vivien, Zátrok Virág, Szurócki László 10. G és Por Dániel Lajos 11. G osztályos tanulók. A végzősök nevében Holi Barbara 12. F osztályos tanuló búcsúzik. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki jelenlétével osztozik velünk ballagási ünnepségünk meghitt és örömteli pillanataiban. Mindnyájan éreztük és tapasztaltuk a mindennapokban, hogy a búcsú általában fájdalmas. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a búcsú valami új kezdete is. Úgy gondolom, hogy egy jó iskola két dolgot adhat útra való diákjainak. Gyökereket és szárnyakat. Mindenki megkapta azokat az alapokat, amivel elérheti céljait az életben. Szárnyai megerősödtek. Most itt az idő, hogy kipróbáljuk őket. Röpítsen magasra minket, higgyünk önmagunkban, soha ne adjuk fel álmainkat. Kinőttünk a gyermekkorból, olyan dolgokkal is foglalkoznunk kell ezután, amit nem tettünk eddig. Kedves tanáraink! Németh László mondta, hogy csak 10 évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni, milyen volt az iskola és benne a tanár. A tanár nem is tudja, fogalma sincs arról, hogy mikor hat igazán növendékére, egy gesztussal, egy szóval, egy odavetett réfás félmondattal. Köszönjük ezeket a félmondatokat, az igyekezetet, amivel sok-sok értékes tudást próbáltak a fejünkbe csepegtetni, a kitartást, hogy nem vették le rólunk a kezüket, bár olykor megérdemeltük volna. Köszönünk minden mosolyt, minden szidást, minden kedves szót, egy szóval a jelenlétet. Kedves szüleink! Egy ilyen pillanatban nagyon nehéz szavakba önteni, hogy mit is érzünk. Virginia Woolf mondta, hogy az ember nem tud elmondani semmit. A pillanat kényszere mindig elvéti célját. A szavak mellé találnak, s távolról sem közelítik meg tárgyukat. Aztán feladja az ember, a gondolat elenyészik, s óvatosak leszünk. Mert hogy tudnánk szavakkal kifejezni az ilyen érzéseket? Így nem is próbálom megkísérelni, elmondani mindazt, amit az évek alatt tettek értünk, és most köszönetet kellene mondanunk érte, így inkább csak mindent köszönünk. Kedves diáktársaim! Mindegy, hogy az életben mivel foglalkozik az ember. Lehet tudós, művész vagy kétkezi munkás. Abban a pillanatban, ahogy értéket akar teremteni, varázslóvá kell válnia. Ezért mondja Rudolf Steiner, hogy egyetlen iskola sem olyan értékes, mint a tapasztalat iskolája, mert a tapasztalat iskoláiban munkálkodik minden olyan ember, aki valóban előre viszi a világot. Bonts ki a vitorlád, és indulj az útra. Van elég hátszeled. Új utak várnak a kalandos életben, és felfedezetlen tengerek. Ha fájó is a búcsú, így teljes a világ. Lásd meg a célod az élet viharain át. Bonts ki a vitorlád, és indulj az útra. Legyen jó hátszeled. Az igaz barátok sohasem búcsúznak, melletted fogják, ha köteled. Tisztelt ünneplők, mindenkit köszöntök a mai ballagásunk ünnepe, illetve mai ballagásunk alkalmából. Megkülönböztetett figyelemmel szeretném köszönteni azokat a vendégeket, akik elfogadták meghívásunkat, így Kosztolányi Gyulát, iskolánk korábbi igazgatóját, az iskola mellett működő alapítvány kuratóriumának tagját, Ambrus Imre tanárurat, aki az iskola mellett működő alapítvány kuratóriumának elnöke, továbbá Madarász Anikót, Rodeo Kár BT képviselőjét, egyik támogatónkat. Mindenek előtt és fölött természetesen a végzős diákokhoz, osztályfőnökeikhez és az őket tanító kollégákhoz szeretnék szólni.
eltelt az iskolában töltött időnek java része, amit a középiskolában töltöttetek. Ti is még ahhoz a generációhoz tartoztok, akik bizony meg kellett, hogy küzdjenek különböző kihívásokkal, gondolok itt kimondottan a járványhelyzetre, de jól vettétek ezeket az akadályokat, illetve nagyon-nagyon sok lépést haladtatok, lépést tettetek előre azon az úton, hogy szakmát, illetve érettségi vizsgát szerezzetek. Ezen az úton voltak támogatóitok, illetve olyan személyek, akiknek mindenképpen hálával tartoztok, legyenek azok kollégiumi oktatók, illetve oktatók, kollégiumi tanárok, iskolai dolgozók, szülők, nevelők, bárki, aki segített benneteket ezen az úton, legyetek számukra mindig hálás gondolatokkal a szívetekben. Továbbá nagyon sok lépést tettetek annak érdekében, hogy önállósodjatok. Igyekezett az iskola mindig olyan programokat biztosítani, akár határon belül, akár határon túl, hogy az önállóságra is neveljünk benneteket. És még egy nagyon nagy lépés hátra van a vizsgák, illetve a vizsgák letétele, és természetesen az azt megelőző felkészülő időszak. Én ehhez nagyon-nagyon sok sikert, erőt, egészséget kívánok nektek, és hogyha már lépésekről szóltam, akkor ha jól tudom, a mai utolsó osztályfőnöki óra alkalmával mindenki még kapott egy utolsó házi feladatot, ha úgy tetszik, hogy további lépéseket tegyen az iskoláért, az iskola közösségéért, hiszen köztudott az, hogy a Millió Lépés programban már hetek óta részt veszünk. Bízom benne, hogy ez a tarisznyátokba került, és majd a vizsgákra történő felkészülés alatt, hát ha még kedvet kaptok ahhoz, hogy csatlakozzatok, és egy utolsó jó cselekedetet tegyetek az iskoláért. Köszönjük szüleiteknek és gondviselőiteknek, hogy az Érdi SC Kossuth Zsuzsanna szakképzőiskola és kollégiumot választottátok középfokú tanulmányaitok színhelyéül. Az iskola dolgozói, oktatói minden évben szeretnék megköszönni nektek azt a hűséget, a versenyeken történő részvételt, továbbá a mindennapokban végzett munkátokat, ami nagyon nehéz feladat a tanárok számára is, de idén is majd most az apró tárgyi jutalmakkal, figyelmességekkel megpróbáljuk ezt a köszönetünket kifejezni. Én is köszönöm azoknak a partnereknek, akik minden évben lehetővé teszik azt, hogy a tanulóinkat jutalmazzuk. Tudom, hogy a közönség soraiban is vannak olyan támogatók, akik ebben elkötelezettek. Kívánok tehát a vizsgákhoz nagyon-nagyon sok erőt és sikert. Hétfőn találkozunk az érettségi vizsgázókkal. Köszönöm szépen az intézmény valamennyi dolgozójának a munkáját, aki hozzájárult ahhoz, hogy az idei ballagást is meg tudjuk rendezni. Gondolok itt a technikai háttérre, a szervezőkre, irodalmi műsorra, szereplőkre, díszítőkre egyaránt. Nagyon-nagyon szép ünneplést kívánok mindenkinek, és jó hétvégét. Köszönöm szépen a figyelmet. A nevelőtestület döntése alapján oklevélben részesül a jó tanulmányi eredményéért a 12. G osztályból Olá Rudolf János és Zrínyi Zoltán Tibor. A 11. C osztályból Batarán Máté, Szalkai Máté és Tóth Imre. A 11. D osztályból Bordás Alex. A 13. N osztályból Sponga Antónia Ketrin. A jó tanulmányi eredményért és a hiányzásmentes tanévért Volec Bernadett, 13. N-osztályos tanuló. Jó tanulmányi eredményéért és sportversenyeken való aktív részvételéért Kecskés József, 11. D-osztályos tanuló. A sportversenyeken való aktív részvételéért és az iskola méltó képviseletéért a 13. N-osztályból Jurácsik Bence, Macskó Dániel, Stancsik Antal, Zsákai Balázs és Fajt Petra.
12. G-osztályból Balázs Soma, Dupsi Dávid, Kecskés Márk, Slusznik Olivér, bocsánat, és Zsákai Péter János. A 11. A osztályból Steingruber Melani, a 11. C osztályból Berki Pál László és Balázs János, a 12. F osztályból Merkovics Martin, Mészáros Sára, Bódog Bianka, Ladányi Lilien, és Holi Barbara. Holi Barbara, 12. F-osztályos tanuló, a Kossuth Zsuzsanna emlékének ápolásáért, iskolai hagyományőrzésben nyújtott kimagasló tevékenységéért egy Kossuth Zsuzsannáról szóló könyvben is részesül. A nevelőtestület döntése alapján könyvi jutalomban részesül a jó tanulmányi eredményéért és a sportversenyeken való aktív részvételéért és az iskola méltó képviseletéért a 11. B osztályból Nagy Ferenc és Gyuga Mária. A 11. C osztályból Surman Ádám és Kucsák Miklós. Írjon alá, írjon alá. Jó. A közösségi munkájáért a 11. A osztályból Rozbora Jessica Tomona Roland és Ungvári Zsanett. A szakma kiváló tanulója versenyen nyújtott teljesítményéért, jó tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért a 11. D osztályból Kancsár Norbert. Jó tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért a 11. D osztályból Kovács Kevin. Jó tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért a 12. F osztályból Kollár Vivien. Jó tanulmányi eredményéért a 12. G osztályból Mihály Kevin és Takács Mihály. Jó tanulmányi eredményéért, kitartó szorgalmáért és sportteljesítményéért a 12. G osztályból Sári Bence. Jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért a 13. N-osztályból Pintér Patrícia. A szakképző non-profit Kft. Által felajánlott tárgyi jutalomban Sipos Luca, 11. D-osztályos tanuló részesül. A szakma kiváló tanulója versenyen elért eredményéért, példamutató szorgalmáért,
kimagasló tanulmányi eredményéért és az iskolai eseményeken nyújtott segítő munkájáért. Felkérem Süge Csongort, a szakképző központ ügyvezetőjét segítsen a díj átadásában. A Kossuth Zsuzsanna szakképzőiskola és kollégium mellett működő alapítvány felajánlását, egy 20.000 forint értékű vásárlási utalványt Csernecki Dominika Virág 11B osztályos tanuló kapja jó tanulmányi eredményéért és sportversenyeken való aktív részvételéért. Felkérem Ambrus Imrét, az iskola mellett működő alapítvány kuratóriumának elnökét, segítsen a díjak átadásában. A Rodeo Car BT felajánlását, ami egy B-kategóriás jogosítvány megszerzésére irányuló képzés támogatása 100.000 forint értékben, Bábel János 12. F-osztályos tanuló veheti át. Megkérem az autós iskola képviselőjét, Madarász Anikót, fáradjon ki a díj átadásához. Pálinkás János lakatosmester, iskolánk egykori tanulója, minden évben támogat egy-egy szakmát szerző tanulót. Két darab egyenként 20.000 forint névértékű gépkocsi nyeremény betétkönyvet ajánlott fel. Pálinkás János az iskola mellett működő alapítvány kuratóriumának is tagja, ma egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni ünnepélyünkön. Az egyik pálinkás díjat kimagasló tanulmányi eredményéért Fazekas Rita, 11. A-osztályos kereskedelmi értékesítő tanuló kapja. A másik pálinkás díjat kimagasló tanulmányi eredményéért, a szakma kiváló tanulója versenyen való eredményes részvételéért Rakita Bálint, 11. C-osztályos villanyszerelő tanuló kapja. Rakita Bálintnak az oktatótestület megszavazta a Kossuth Zsuzsanna emlékplakettet is. Kossuth Zsuzsanna emlékplakettben részesül továbbá a Kossuth Zsuzsanna szakképzőiskola és kollégium mellett működő alapítvány tárgyi felajánlását, egy Lenovo tabletet és a hozzátartozó tokot kitűnő tanulmányi eredményéért Tógyer Zoltán Martin, 12. G-osztályos informatikus tanuló kapja. Felkérem Ambrus Imrét, segítsen a díj átadásában. Díjazottainknak gratulálunk, a támogatóinknak pedig hálásan köszönjük a felajánlásokat. Minden ajándéktárgy után az adományozó részéről megfizetésre került a jogszabály szerint előírt adó. A ballagó osztályok emlékszalagot kötnek az iskola zászlajára. 13-en a szalagot köti Stancsik Antal, az idézetet mondja Pintér Patrícia. Tizenkettedik F. A szalagot köti Kovács Renáta, az idézetet mondja Holi Barbara. Csak egy osztály voltunk, egy osztály, amelyről néhányan túl sok jót hittek. Később azt gondolták, tévednek. Hitték, gondolták, és talán senki sem tudta, kik voltunk valójában. Tizenkettedik G. A szalagot köti Mihály Kevin, az idézetet mondja Tógyer Zoltán.
Azt hiszem, az embert az adottságaik irányítják, és a kanyargó úton is a végén elnyerik a rendelkezésüket. A szalagot köti Ungvári Zsonett, az idézetet mondja Gáspár Vivian. Eddig csak álmodtunk, terveztünk még, s valóra válhat minden, ami szép. Az élet, a munka tárkarokkal vár, s hogy szép lesz, csak rajtunk áll. B. A szalagot köti Nagy Ferenc, az idézetet mondja Nisztor Ingrid Tíma. A szalagot köti Berki Pál László, az idézetet mondja Kucsák Miklós. Nem az, aki a siker, akik sosem buktak el, hanem azé, akik elbuktak és ismét felálltak belőle. D. A szalagot köti Kovács Kevin, az idézetet mondja Sipos Luca. Egyszer véget ér a nyár, ami elmúlik, soha nem jön vissza már. Mint ahogy az osztályok lufia felszállnak az ég felé, bontsátok ki szárnyaitokat és induljatok el a hosszú útra. A következő dal röpítse az emlékezés léggömbjeit a magasba. Ballagók virágot adnak át. Kosztolányi Gyulának, iskolán korábbi igazgatójának, Hollenberger Viktória, 13. N-osztályos tanuló. Stégner Péter igazgató úrnak, Kovács Renáta, 12. F-osztályos tanuló. Szabadosné Rackó Magdolna igazgató helyettes asszonynak, Jurácsik Bence, 13. N-osztályos tanuló. Szűcsné Balázs Julianna igazgató helyettes asszonynak, Kecskés József, 11. D-osztályos tanuló. Kisirén igazgató helyettes asszonynak, Szilágyi Bence, 12. F-osztályos tanuló. Gálni Rudas Anita kollégium vezetőnek, Berki Pál László, 11. C-osztályos tanuló.
Süge Csongornak, a Szakképző Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének, Steingruber Bianca, 11. A osztályos tanuló. Ambrus Imrének, az iskolánk mellett működő alapítványunk kuratóriumának elnökének, Pucskó Fruzsina Filoména, 11. B osztályos tanuló. Az alapítvány és az iskolai munka kiemelt támogatójának, a Rodeo Kár VT képviselőjének, Madarász Anikónak, Tomona Roland, 11. A osztályos tanuló. Ezzel ballagás ünnepségünk véget ért. Minden kedves vendégünknek köszönjük a részvételt, további szép napot kívánunk!